megszerkesztett, hát így küllemében is egyébként zseniális formájában megszerkesztett 5 pontos nyilatkozatban nem látunk erre garanciát, ezért javasoltuk, hogy tegyük be ezt is. Szó sincs az önök nyilatkozatában az örökölhetőségről, ami a magánnyugdíjpénztárak tekintetében, a családtagok tekintetében, illetve tehát a megnevezettek tekintetében mindenképpen egy lehetőség, egy jog, egy szerzett jog volt a magánnyugdíjpénztári tagoknak, amelyet önök el kívánnak tőlük venni. A tegnapi vita alapján nyilván elég evidens és egyértelmű, hogy önök ezt a javaslatot le fogják szavazni. Elég kaotikus dolgok hangoztak el tegnap is, mert hát vasárnap megtörtént a kinyilatkoztatás, hogy az adósságcsökkentés a céljuk ezzel a dologgal. Egyébként meg közben Lengyelország elindult egy irányba, lehet, hogy örvendetes lenne megvárni az április magasságában várható Európai Bizottsági döntés. Nyilván el is lesz valami zseniális válaszuk, hogy miért nem várjuk meg ezt. Szerintünk szerencsésebb lett volna. Folyó nyugdíjkifizetéseket is finanszíroznak belőle, és a Szociális Bizottságon nem cáfolták azt az állításomat, hogy a államháztartás egyensúlyát javító alapból mondjuk úgy, hogy sorokat is el lehet varni, mert hát vannak olyan szociális normatívák, amelyeknek a keretösszegei mondjuk 80%-a a tavainak. Hát nehéz sorsú ember nem lesz kevesebb 20%-a jövő évben az önök politikájának is köszönhetően. Tehát ha itt nem lesz elég forrás, akkor majd ki lehet ezeket pótolgatni. Ilyenekkel együtt véve 1000 milliárd az a nagyságrend, amit elkölthetnek akár jövőre. Elmondtuk, a társadalom politikájuknak a következménye az, hogy instandolni kell a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. Önök ezt nem mondták el az embereknek a kampányban. Ha elmondják az embereknek, valószínűleg nagyon sokan nem szavaznak önökre. Így lett kétharmaduk, így tehetik meg gyakorlatilag azt, amit éppen akarnak ebben az országban. Ez szerintem minimum egy nagyon nagy hazugság és óriási átverése az embereknek. Arról meg, hogy majd nyilván el fogják mondani, hogy de mennyire zseniális ez az 5 pontos nyilatkozat, arra azt tudom mondani, hogy keresek egy jó hasonlatot itt hirtelen. Tehát mondjuk, hogyha túszul ejtik az embert, mondjuk bűnözők, és akkor egyébként egy 3 pontos nyilatkozatban garantálják neki a napi 3-szori étkezést, mondjuk az még attól nem egy olyan zseniális érték, én azt gondolom. Úgyhogy ezt egy kisebb fajta kabarénak tartjuk. Ha komolyan gondolnák azt, amit egyébként hazudnak az embereknek, akkor támogatnák a módosító indítványainkat. Köszönöm szépen. Képviselő, engedje meg egy megjegyzést. Mivel részletes vitáról van szó, én pontosan néztem, hogy önök mit nyújtottak be, tehát mi az, amit tenni akarnak, ön pedig az eredeti indítványnak az egyes pontjait elemezte általános vita jelleggel, úgyhogy természetesen most megadom a szót Göndör, bocsánat, sorrendben, Talabér Márta a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nagyon érdekes hallgatni szocialista képviselő társainkat, amikor erről a témáról beszélnek. Kíváncsi lennék, hogy amikor Varga László készült erre a beszédére, akkor ezt mennyire tudta úgy elképzelni, úgy tudja elmondani, mint amikor igazat is mond. Mert amikor azt mondja, hogy a mi társadalom politikánk következménye mostani döntés, akkor azért, hogy ezt ki tudja mondani, ehhez igen sokat kellett gyakorolni, hogy ezt hittel tudja elmondani, mert hogy ezt a döntést meg kellett hoznunk, az pontosan az önök 8 éves kormányzásának az eredménye, csak hogy lássuk, hogy mi is volt a kiindulási alap. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a közel 3 millió magánnyugdíjpénztári tag eddigi tagdíjbefizetéséről és azok jövőbeli biztonságáról döntöttünk a tegnapi napon. Amikor önök annak idején az IMF és a Világbank utasítására létrehozták a magánnyugdíjpénztári pillért, akkor ha jó hiszemű vagyok, akkor azt mondom, hogy nem gondolták, de ha rossz hiszemű, akkor pedig azt mondom, hogy pontosan tudták, hogy az állami nyugdíjkasszákból úgy vonnak ki pénzt, és nem kevés milliárdokat, hogy ezt a költségvetés az adófizetők pénzéből lesz kénytelen pótolni. Az elmúlt hetek, főleg önök által keltett hisztériái arra utalnak, hogy általunk a politikai nyilatkozat műfajában benyújtott képviselő indítvánnyal szemben
igen kemény ellenállást mutatnak. A Mesterházy Attila és képviselőtársai által jegyzett módosító indítvány azt feltételezi, hogy nincs valódi garanciája a politikai nyilatkozatnak. És azt is nehéz megérteni, hogy hogyan beszélnek önök a szabad választás lehetőségéről, amikor az 1998. január 1-én életbe lépett magánnyugdíjpénztári törvénynek egyetlen egy jellemzője volt, az pedig az, hogy az kötelező. Amikor most önök számon kérik a választás lehetőségét, akkor, amikor ez a törvény életbe lépett, akkor hol volt a választás lehetősége? Szeretném önöket emlékeztetni arra is, hogy éppen az első Orbán kormány volt az, amelyik biztosította a visszalépés lehetőségét az állami nyugdíjrendszerbe, hiszen korán kiderült, hogy az 1998. január 1-én idézőjelben, tehát önkéntesen mosópor ügynökök által beléptetett és megtévesztett nem pályakezdők megtakarításai, ha maradnak a magány nyugdíjpénztárban, a rövid futamidő miatt semmilyen biztonságot nem jelentettek volna időskorukra. Önök az átlátható nyugdíjrendszert is számon kérik a politikai nyilatkozaton. Az a magánnyugdíjpénztári rendszer, amit önök 1997-ben megalkottak, az annyira átlátható, hogy a pénztártagok, amikor megkapták a kiküldött éves folyószámlát, azon az egyenlegen sem tudtak eligazodni. Számon kérik az értékállóságot egy politikai nyilatkozaton, miközben 0,2 és 1,4 reálhozamot értek el 12 esztendő alatt. Amikor azt a bizonyos törvényt megalkották, akkor talán így gondolták? Vagy egyszerűen arról volt szó, hogy a közel 5%-os működési költség jól fizető munkahelyeket teremtett a magánnyugdíjpénztári tagok befizetett tagdíjaiból. És azt gondolom, hogy az igazi felháborodást ez okozza az önök esetében, a klientúrából néhányan elesnek jól fizető állásoktól. Köszönöm szépen. 2 perces felszólalásom, megadom a szót Selmeci Gabriellának, Fidesz, mint előterjesztőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Varga László képviselőtársamhoz, parancsolsz? László, ugye? Varga László képviselőtársamhoz szeretnék egy pár költői kérdést intézni, természetesen a részletes vita keretében, amit ő elmondott. Az egyik az az, hogy amikor az előző ciklusban az MSZP-SZDSZ kormány idején beterjesztettek egy olyan törvényt, amelyet önök elfogadtak, tehát megnyomták rá az igen gombot. És ez a törvény azt tartalmazta, hogy a magánnyugdíjpénztártagok tulajdonából kerüljön ki a vagyon, a befizetett vagyon, és a magánnyugdíjpénztártagok egyszerű ügyfelek legyenek a jövőben, és a magánnyugdíjpénztártagok által befizetett pénz, az ebből keletkezett vagyon pedig menjen át az alapkezelők tulajdonába, akkor miért nem álltak önök föl, és miért nem mondták azt, hogy Einstein-t? Mert ez igazából az. Hozok egy törvényt, nem is értem, miért ez a képviselő úr a fejét, tehát hamar felejtenek, azt tudjuk. Befizetik az emberek a pénzt. Minden hónapban, kötelezően, mert törvény kötelezi őket. Majd utána önök ezt a pénzt, amit befizetnek, ezt egy törvénnyel elvennék tőlük. Szerencsére, Sólyom László, szerencsére, nyomja meg a gombot, képviselő úr, kérjen szót. Szerencsére alkotmányellenesnek minősítették ezt a törvényt, és visszaállt az eredeti helyzet, tehát a magánnyugdíjpénztártagok tulajdonában maradt ez a vagyon. Hát ez az egyik költői kérdésem, akkor miért nem álltak föl, miért nem tiltakoztak, miért nem mondták azt, hogy uramisten, hát kormány, hát MSZP-SZDSZ kormány, ti elveszitek a magánnyugdíjpénztártagoktól a pénzt. A második kérdésem, hogy amikor itt a szemünkre vetik azt, hogy itt nincs valódi választás szabadsága, miért nem tiltakoztak akkor, amikor 98-tól kötelezővé tették ezeknek a pénztártagoknak a belépést? Miért nem tiltakoztak akkor? Miért nem tiltakoztak akkor? Göndör képviselő, csak jelzem, hogy be van jelentkezve a főszólásra, tehát úgy tűnik, hogy lesz házszabályszerű lehetősége. Akkor egy mondatot még, elnök úr, miért nem tiltakoztak akkor, amikor kötelezővé tették, hogy a vagyon egy részét tőzsdére vigyék, és nem adták meg a lehetőséget, hogy azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk ebből a kötelező magánnyugdíjpénztárból, szeretnénk ezt befejezni, szeretnénk visszajönni az állami rendszerbe. Nem hallottam az önök hangját. Köszönöm szépen. 2 perces reagálásra következik Varga László, az MSZP képviselője.
Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársai, mivel hölgyek, ezért nagyon durva minősítést nem használok talán arra, de hát mondjuk minimum valótlanságokat mondanak. Egyébként az önök hangját sem hallottam 98 és 2002 között, amikor bármikor megváltoztathatták volna ezt a rendszert. Göndör képviselőtársam többször elmondta, több vitában egyébként több mint 1 millióan önkéntesen csatlakoztak ehhez a rendszerhez. Önök ezt a rendszert nem változtatták meg, most pedig jogfosztani kívánnak mindenkit, azokat is, akik maradnak. Ez egy jogfosztás, erről van szó, szimplán. Ne haragudjon, minek lehet azt gondolni, hogy hát szabad választásnak szerintem semmiképpen, hogy aki marad, az elveszti az állami nyugdíjjogosultságát. Mondja meg, hogy ezt mi indokolja. De egy egyértelmű magyarázatot adjon erre, és hogy próbáljam a részletes vita szabályát tartani, itt a második mondatához szeretnék hozzászólni a módosító indítványunknak, tehát a szabad választást. Az első pontjához, tehát állami nyugdíjra való jogosultságot. Miért nem lehet ezt minden embernek garantálni? Mondja meg! Illetve hát talán még az örökölhetőséget is kérdezhetném ezeknek a dolgoknak. A reálhozamot egyébként alapbér képviselőtársam elismerte. Tehát volt. Önök ilyet sem garantálnak ebben a tekintetben. Teljesen érthetetlen, amit csinálnak. Ha azt csinálnák egyébként, amit mondanának, akkor például lehetne mondjuk egy olyan jogszabályt elfogadni, hogy bárki visszaléphet önkéntesen. Ez egyébként egy támogatható javaslat lenne. Mindenki eldönthetné, hogy jó-e neki ott, vagy nem jó. De önök ezt nem vállalták be, mert a pénzre fáj a foguk, ami azért kell, mert egy kulcsos adórendszert vezettek be. Ez sok 100 milliárd forintot vesz el egyébként az újraadasztás keretei közül, ezért nem lehet támogatni az önkormányzatokat, amiknek rosszabb lesz a helyzete, jövőre is sorolhatnám. A politikájukért kell ez a történet, amit a gazdagoknak és a felső középosztálynak kedvez. Ez teljesen egyértelmű, a politikai nyilatkozatuk meg kabaré. Kabaré. Nem tudnak rá választ adni senkinek, egy diktatórikus, antidemokratikus, szánalmas valami. Ez a véleményem. Köszönöm szépen. Selmeci Gabriella, Fidesz képviselője kíván reagálni. Tisztelt képviselőtársaim, azt hiszem, hogy szocialista képviselőtársaimmal felesleges vitatkozni, ezért inkább önöknek szeretném a következőket elmondani. Először is. Tisztelt Varga László, tehát most utoljára próbálom ebben a 2 percesben, nem kaptam egyik kérdésemre sem választ. Hol voltak akkor, amikor a magányugdíj pénztártagok befizetéseit és vagyonát törvény erejénél fogva el akarták venni, és át akarták adni a pénzemberek számára, a vagyonkezelők számára? Nem kaptam választ. Második kérdésem, hol voltak akkor, miért engedték meg azt, hogy nem akik önként léptek be, nem arról beszéltünk, ne csúsztassunk, akiknek önök kötelezően előírták, hogy be kell lépni egy olyan magánnyugdíjpénztári rendszerbe, ahol kötelező a vagyon egy részét tőzsdére vinni és kockázatos. Hol voltak akkor, miért nem mondták azt, hogy nincs választás szabadsága azok számára, akik szerették volna a hátuk mögött hagyni az egészet és visszatérni az állami rendszerbe? Nem válaszolt. 3. Olvasgassa néha az alkotmányt. Az alkotmányban az is szerepel, hogy a társadalombiztosítási rendszer keretében kell megoldani olyan feladatokat is, mint például a szolidaritási alapon nyugvó juttatások, ellátások és a szociális ellátórendszer egy része. Az a 24%, amire most nem hivatkozott, csak megint összekever dolgokat, amit a munkaadó fizet be, az egyénre nézve ilyen jogokat nem keletkeztet. A 24% az arra is vonatkozik, hogy a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját ki kell fizetni. És egy újabb költői kérdés, tisztelt képviselőtársaim. Önök nem gondoltak arra, hogy a mostani nyugdíjasoknak a nyugdíját miből kell kifizetni? 800 milliárd forintos hiányt halmoztak föl a nyugdíjkasszában. Olvasgassa a jogszabályokat. Önök kockáztatták, nem akarják kifizetni a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját, és képesek voltak igen szavazni arra, amikor a nyugdíjkorhatárt megemelték, és képesek voltak igennel szavazni arra, amikor a kezdő nyugdíjakat leszavazták. Akkor se hallottam a hangjukat. Köszönöm szépen. Felsorolásra következik Göndör István, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést kérek, hogy nem csak az indítványról beszélek, mert nem nyomtam 2 percest, de valójában azt gondolom, hogy amit Selmeci Gabriella csinál, félelmetes, képviselőasszony. Ön itt volt akkor is, amikor elfogadtuk 98-ra ezt a törvényt, és mindannyian, mi kormánypártiak is megdöbbentünk, hogy 3 hónap alatt
Több mint 1 millió ember választotta, és ma is a 3 milliónak a nagyobbik fele önként van a magánnyugdíj pénztári rendszerbe, nem pedig kötelezőleg. Tehát az, amit ön is és Talabér Márta is csinál, egyszerűen egy durva és otromba hitelrontás a magánnyugdíj pénztárakkal szemben. Mert szeretném újra elmondani, ha ön is olvasna úgy, ahogy mondta Varga Lászlónak, ekkora írományt talál akkor a magánnyugdíjpénztár rendszertől, kiszámítva 2020 utáni időszakra, mert akkor a felelős gondolkodással 47 éven felüliek számára egyszerűen nem engedte meg a törvény, hogy szabad akaratból sem léphettek be a magánnyugdíjpénztárba, pont azért, mert úgy ítéltük meg, hogy 15 év kevés ahhoz, hogy megfelelő megtakarítást érjenek el. Önök most már hozamról beszélnek, mikor a 15 év az most jár le. Aztán beszélhetünk arról, csak még egy apróság. Miközben hozamról beszélnek, bizony a Fidesz kormánynak már megfordult 98 és 2002 között is a fejében az ellehetetlenítés, mert az akkor a törvényben bevállalt fokozatosan növekvő befizetést önök csökkentették. Akkor arról is kellene önöknek beszélni, hogy a mostani hozam hiány, amiről beszélnek, ami közben kiderült, hogy mégsem úgy van, mert nem elveszett a pénz, hanem szaporodott. Egyszerűen azt gondolom, hogy ez nagyon durva dolog. És az, amit az elnök úr is kifogásolt, bizony a képviselő társaimnak a kettes pont, de elnézést, még az egyes, mert a 24-et azt mondta. Képviselő asszony, ön ugyanúgy tudja, mint én, sőt, hiszem, hogy a miniszterelnöke az egyetlen ebben a házban, aki nem tudja, hogy a nyugdíjak fedezete elsősorban a munkáltatóktól levont 24%, munkáltató által levont 24% és befizetett 24%, és a magánembertől levont 9,5% eddig, ami januártól majd lesz 10%. Tehát ez a fedezet, ha hiányzó összeg van, akkor a költségvetésnek kell helytállni. Még szeretnék egy csúnya mondatot mondani. Talán arra is emlékszik, amikor Bokros Lajos, mint pénzügyminiszter, azt mondta, hogy a nyugdíj és az egészségkassa ne legyen része a költségvetésnek, hogy lehessen tisztán látni mind a kettőnél az egyensúlyt, hogy a befizetések és a kifizetések. És amiért azt állítom, hogy a miniszterelnök úrnak fogalma sincs, amikor itt a házban azt mondta, hogy nullával vették át a nyugdíjkasszát. Hát persze, hát a felosztó kirovó rendszer az erről szól, hogy a befizetett 24% meg a 9,5% kerül kifizetésre a nyugdíjasok részére. És önök még tovább mennek, mert először volt az, hogy csak 2010. november 1 és 2011. december 31 között az átutalást felfüggesztik. Látták, hogy ez nem vált ki kellően riadalmat a pénztártagok között. Ezért jött a következő, hogy akkor elveszted azt a jogosultságodat, amit eddig megszereztél, sőt, most már azt mondom, hogy még ráhúznak egy lapáttal, amit az előbb tett a képviselőasszony, hogy megpróbálja a jelenlegi nyugdíjasokkal is szembeállítani azokat, és bűnbakká kinevezni azokat, akik önként választották ezt a rendszert. És nem kerülöm meg, ami kérdést föltett Varga Lászlónak. Ön is tudja, hogy a magánnyugdíj pénztár rendszerben vannak dolgok, amiket még ki kellene igazítani, mert működés közben derült ki. Ilyen volt például, amikor a katonák, rendőrök, vámtisztviselők nyugdíjba mentek, és nem volt meg a 15 éves megtakarításuk, számukra lehetővé kellett tenni, és lehetővé is tettük a visszalépést. Ezért van igaz a Varga Lászlónak, amikor azt mondja, hogy nem kellett volna más tenni, csak korrekt szabályokkal kinyitni, hogy aki akar. De önök tudták, és tudják a mai napig, hogy a 3 milliónak egyharmada nincs, aki önként visszamenne az önök csábító, mézes-mázas szövegükre, ezért vették ezt a durva példát, hogy egyszerűen elvesztik az állami jogosultságukat. Tehát nem lehet itt szabad választásról beszélni, ezért indoklom azt, és most mondom, elnök úr, a kettes francia bekezdésben bizony a képviselő társaim emellett érvelnek, hogy a szabad választás lehetőségét teremtse meg a kormány valamilyen körülmények között. Azon túl most már szó sem esik arról, hogy mi lesz azzal, amit az
elkövetkező 14 hónapban nem fognak átutalni. Az időm rettentően fogy, képviselőasszony, nekem itt egyetlen egy mondat hiányzik. Vállal-e az Orbán kormány felelősséget arra, hogy belátható időn belül nem változtatja meg a nyugdíjszámítás szabályait? Mert önöknél és a gondolkodó emberek már ezt mind tudják, hogy csak ez következik. Mert járulékot nem tudnak emelni, mert azzal tönkreteszik a vállalkozókat, viszont a korfa miatt a lyuk, a hiány tovább nő. Nem azért, mert magánkassza van. Képviselő kéri a meghosszabbítást egy perccel, vagy ismételt felszólásra jelentkezik.